Folyamatos a karbantartása a Paks közigazgatási területén lévő 31 játszótérnek. Minden évben végeznek rajtuk felújítási munkákat, sőt a tömbelső rekonstrukció keretében az adott területen található játszótereket teljes egészében új köntösbe öltöztetik. Legutóbb a Kurcsatov utcai tömbelsőben adták át ezt a játékteret. A napokban a Kodály Zoltán utcai játszótéren tájékozódott Leber Ferenc alpolgármester a helyszínen tervezett fejlesztésről. Két játékot cserélni fogunk, nagyon elavultak már, és mindenképpen megértek már, mint egyébként nagyon sok más dolog is itt a Kodály Zoltán utcában felújításra, illetve javításra. Itt visszahelyezésre kerülne egy új köteles gúla, ezen kívül egy csúszdás mászóka kerül kihelyezésre. Idén a játszóterek korszerűsítésére közel 14 millió forintot fordít az önkormányzat. A hetes körzetben lévő Kodály utcai fejlesztés értéke ebből 4,7 millió forint, tudtuk meg Leber Ferenc alpolgármestertől. A körzet képviselője egyéb fejlesztésekről is tájékoztatott a helyszíni bejáráson. Két fekvőrendőrt kellene itt pótolni a Kodály Zoltán utcában, és lakói bejelentésre a fák körüli parkolóknak a javítását kellene majd a közeljövőben elvégeznünk. Ez érinti a kiemelt szegélyeket, a fákat védő kiemelt szegélyeket. Azért, hogy kényelmesebb legyen a kibeállás, ezért vagy gyeprácsot, vagy valamiféle hasonló megoldást kell találni. Emellett, ahol szükséges, kijavítják a járda és útfelületi hibákat. Klézlu Terézia, Paks főkertésze az idei játszótéri fejlesztésekről is tájékoztatott. A Deák iskola előtti játszótéren a meglévő homokozóba kerül egy ügyességi játék, az egy ilyen Amazon nevezetű játék, ami köteles ugráló tulajdonképpen. Ezen kívül az Árnyas utcába, a homokozóba kerül egy áthelyezésre egy csúszda. A fejlesztése kerül még a Kressz parki játszótér, a Kressz parkon pedig ott a homokozó kerül felújításra, és egy rugós játék kerül még elhelyezésre. A 2020-as játszótéri fejlesztéseket hamarosan pályáztatják, a játszóeszközöket várhatóan az ősz elején helyezik ki.